Május 3-án benyújtotta a magyar kormány 2017. évi költségvetés tervezetét az országgyűlésnek. A részletekről Vécsei László Pest megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője május 4-én a Szódon Csókai András bevándorlásról szóló előadását követően tájékoztatta televíziónkat. A magyar kormány benyújtotta 2017 éves költségvetésnek a tervezetét. Ennek a költségvetésnek az alapvetése az, hogy a magyar gazdaság stabil. Valóban stabil a gazdaságunk, hiszen a gazdasági teljesítményünk nő. A hiteleinket, amiket még 2008-ban Gyurcsány bajnai kormány vett föl, mind az IMF, mind az EU felé visszafizettük. Egyébként az IMF hitelnek az EU hitelnek az utolsó részletét sikerült az idén visszatörleszteni. Eközben az államadósságunk is csökkenő pályára állt. Ez arra ad lehetőséget, hogy a kormány ebben a 2017-es költségvetésben az adócsökkentést és az otthonteremtést helyezze a célkitűzések legfőbb helyére. A személyi jövedelemadó maradt 15% az elkövetkező évben is, tehát a 17-es évben. A 16-os évben, az idei évben a sertéshús áfája már 5%-ra csökkent 27%-ról. Ez folytatódik a jövő évi költségvetés tervezetében is. A tej, a baromfi hús és a tojás esetében szintén 27-ről 5%-ra fog csökkenni az általános forgalmi adó, de további könnyítések is várhatók, hiszen az éttermi szolgáltatások vagy az internet hozzáférés áfája is csökkenni fog 27-ről 18%-ra, és további csökkenés is várható. A kormányzat a költségvetéssel szeretné kifejezni azt, hogy a családokat továbbra is támogatni kívánja. A családi adókedvezmény mértéke a családok esetében tovább nő. Két gyermekes család esetében például 15 000 forint lesz gyermekenként és havonta ez a kedvezmény, és 2019-ig ennek is a további növekedése várható. A fiatal házasoknak szintén kedvez ez a költségvetés tervezet, az adóalapjukat csökkenthetik bizonyos feltételek mellett. Mindettől a kormány a költségvetés segítségével azt reméli, hogy a demográfiai helyzetünkben javulás áll be. A polgári létformának nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy a családok minél könnyebben és minél gyorsabban juthassanak otthonhoz, lakáshoz. Ennek az egyik legfontosabb eszköze a már mindenki által jól ismert CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény. Ez új és használt lakásokra egyaránt igénybe vehető, és nagyon fontos eleme az államilag támogatott kedvezményes hitel, ami a 2017-es költségvetésben is lehetőségként szerepel, valamint a harmadik lábaként az új lakások áfája is csökkenni fog, tehát ez a családok egyre szélesebb köre számára fogja lehetővé tenni azt, hogy új otthonhoz jussanak. A 17-es költségvetésnek szintén nagyon fontos eleme az, hogy az életpálya programokat folytatjuk, tehát a rendvédelmi dolgozók már megkezdett fizetésemelése folytatódik, és komoly béremelésekre számíthatnak a felsőoktatásban dolgozók, illetve a pedagógusok is. Nagyon fontos tervezett a költségvetésnek, hogy az állami tisztviselői életpályamodellt is sikerül majd folytatni, és a kormány 2010-es és azóta is fenntartott ígéreteként a nyugdíjak reálértékét is megtartja ez a költségvetés. Természetesen amennyiben lehetőség van, akkor ez még reálérték növekedést is jelenthet, hiszen az elmúlt 6 évben a kormány azt a 13. havi nyugdíjat, amit a Gyurcsány kormány elvett, már a reál nyugdíj reálérték növeléssel visszaadta a nyugdíjas társadalomnak. A költségvetésben, a tervezetben további többletforrásokra számíthat az egészségügyi és a szociális terület, és az oktatás és kulturális szféra is nyertese lesz ennek a 17-es tervezett költségvetésnek. Összességében tehát összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2017-es költségvetés tervezete az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése, működnek a magyar reformok, és a 17-es költségvetés tervezete alapján minden magyar ember 17-ben is léphet egyet előre.